Márciusban lesz két éve, hogy Magyarországon is megjelent a koronavírus. A járvány azóta öt hullámban tört rá az országra, és csak nem 43 ezer ember halálát okozta. Azonban nem csak a vírus terjed, hanem a vele kapcsolatos álhírek is. A kutatók hiába fejlesztette ki rekord gyorsasággal vakcinákat, sokan megtagadták az oltások felvételét. A virológusok szerint amennyiben velünk is marad a COVID-19, a világjárványnak azonban már lassan vége lesz. Kérdés, hogy mit tanult az emberiség a pandémiából. És vendégem a stúdióban Szél Márta, a Szegedi Egyetem rektorhelyettese, helyettese, molekuláris biológus. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok. Mit tanult az ember a járványból, hiszen hihetetlen mennyiségű információ és tév információ is világot látott ön. Hogy látja ezt? Remélem az emberiség tanult annyit ebből a járványból, hogy a tudománynak milyen hihetetlen nagy szerepe van a jövőnk szempontjából és remélem, hogy az is egyértelművé vált, hogy az egészségügynek milyen kult cool szerepe van a társadalmak épségének a fenntartásában, és remélem, hogy, hogy az is tanúsága lesz ennek a koronavírus járványnak, hogy, hogy az embereknek bízniuk kell egymásban illetve mindazokban az eredményekben, amelyet a tudomány az elmúlt évtizedekben kitermelt, és ezekre az eredményekre építve a tudósok és a fejlesztők olyan módszereket bocsájtottak a lakosságnak a rendelkezésére, mint a célzott vakcinák. Korábban itt volt többször is a stúdióban a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, és ő is elmondta, hogy az MTA is minden erő -ere erejével harcol a félinformációk és a különböző tévhitek ellen. Az ember azt gondolná, Józan Paraszt hajatkoz, hogy erre nincsen szükség, mert amikor az emberiség életét kell megvédeni, vagy mindenki életét kell megvédeni, akkor akkor ez egyértelmű. De ezek szerint nem, mert rengeteg olyan téves információvilágot látod, amit mondjuk egy tudós csak hüledezett, hogy, ez, hogy, hogy honnan került ez elő. Igen, sajnos napjainknak a hírolvasási kommunikációs szokásai is ezt erősítik. Hajlamosak vagyunk arra, hogy a szemünket a szenzációhajház rövid hírek kapják el, és, és azon keresztül próbáljunk információt szerezni a körülöttünk levő világról az eseményekről, amelyek körülöttünk zajlanak, és, és valljuk be őszintén, valamelyest ellustultunk abból a szempontból, hogy egy kicsit hosszabb, kifejtősebb, megmagyarázóbb ö, hírt végigolvassunk. De miért lustaságból, figyelmetlenségből, sietségből, miért? Miért van ez ön szerint? Ez tulajdonképpen ö, részben abból is adódik, hogy hogy magáról a papír alapú újságolvasásról is leszoktunk, vagy nagy mértékben leszoktunk, és az internetes hírfelületeken feljövő rövid hírek azok, amelyek inkább vezetik a figyelmünket. Ön említette, hogy, hogy mekkora szerepe van a tudós társadalomnak az egészségügyben, és természetesen a társadalom megóvásában is. Ön szerint, hogyha ez így van, és ezt azért a járvány bebizonyította, akkor, ha esetleg jön újabb járványhullám, reméljük nem lesz, de elképzelhető, akkor azért már könnyebb lesz a védekezés ilyen téren, infokommunikációs téren, elhet is. Hogyne, természetesen, hát nagyon nagyon remélem azt, hogy hogy a, hogy a, a társadalmaknak a bizalma is jócskán erősödött és épült a tudományos eredmények irányába. Ugye más nem mondjak, mint a, az úgynevezett mrna alapú vakcináknak az előállítását, amely tulajdonképpen egy rövid év leforgása alatt kész volt a termék, de emögött több évtizednyi kutatómunka állt, amelyet Karikó Katalin és munkatársai... Aki a Szegedi tudományegyetemen dolgozott korábban. Szegedi Tudomány Egyetemen végzett, mint egyetemista, és hát az a nagyon nagy örömünk, hogy mint kutató a tavalyi év novemberétől ismét kollégánknak tudhatjuk Karikó Katalint. Tehát az ő életpályája mutatja meg azt nagyon jól, hogy esetleg negligált, és jelentőségében fel nem ismert elméleti kutatásoknak milyen hihetetlenül nagy szerepe lehet későbbi fejlesztésekbe, esetleg olyan fejlesztésekbe, amelyek az egész emberiség életében nagyon-nagyon hangsúlyosak lesznek, és a járványkezelésben is egyértelműen vezető szerepet játszanak. Mit politikai döntéshozókat jelen esetben, mondjuk tényleg azokat, akik a pénzt adják ezekre a kutatásokra. Meggyőzi ez a, a járvány mondjuk annak a szükségességéről, hogy igen, minél több pénzt érdemes befektetni kutatásfejlesztésbe, hiszen itt mindig ez kulcskérdés, hogy lesz-e lehetőség, lesz-e elég pénz, lesz-e elég türelem, hogy ezeket a olyan vakcinákat kifejleszik, aminek akkor nincsen jelentősége esetleg, viszont évekkel később hatalmas lesz. Én nagyon remélem, hogy ez kellően erős bizonyíték arra, tehát az mrna alapú vakcináknak a kidolgozása, hogy igenis az alapkutatásra is rá kell szánni a megfelelő financiális hátteret, mert azok nélkül nincsen fejlesztés, nincsenek új termékek, az emberi egészséget és a környezetünket fenntartó folyamatok nem, nem kivitelezhetőek. Két éve jelent meg a koronavírus, január végén jöttek az első hírek Kínából, és márciusban, március elején volt, amikor már utána lehetett látni, hogy Magyarországot sem kerüli el a vírus. Ötödik hullámot is túléltük, úgy tűnik. Látja azt ön, vagy a kutatók, hogy ez a lopakodó omikron, az omikron még egy variáns, még egy mutálódó vírus, milyen hosszan befolyásolhatja mondjuk a lezárásokat, vagy a mindennapi életünket? Ezt nem tudhatjuk előre. Tehát az omikron, mint, mint mint vírusváltozatnak a felbukkanása is teljesen váratlanul érte az emberiséget. Kiszámíthatatlan, igazából. De nagyon-nagyon remélhetjük, hogy egyfajta megszelidülésének leszünk szemtanúi a járványnak éppenséggel. Egyrészt az omikron kapcsán, amely egy nagyfokú átfertőzöttség révén, védettséget fog adni a, a populációknak, illetve a védőoltásoknak a felvétele miatt. Igen, nagyon sokan mondják azt, hogy viszont a végtelenségig nem lehet mindig védőoltást adni, viszont aki meg a védőoltás mellett van, azt mondja, az influenza miatt is évente be kell adni ezt. Lehet, hogy akkor ugyanez lesz a koronavírusról is egy, egy ilyen influenza-szerű vírussá szelidul, ahogy ön is mondta? Ezt, ezt nem tudhatjuk egyelőre előre, ez egy, ez egy hosszú távon föntartható szenárió lenne, hogyha a koronavírussal is olyan módon kellene tudnunk együtt élni, mint a különböző influenza vírus változatokkal. A társadalmat hogyan lehet erre felkészíteni, hiszen az első lezárások sokszerű hatást okoztak nyilván a társadalomban, utána, hogy hozzászoktunk ehhez, uh -huh. és egyre inkább azt lehetett érezni, hogy az emberek Hajlamosak lebecsülni, az elején nagyon megértek, utána hajlamosak lebecsülni ennek a veszélyét. Minden szakember azt mondta, hogy ezt nem szabad elkövetni. Hogyan lehet ezt az egészséges egyensúlyt fenntartani ön szerint? Én úgy gondolom, hogy a hiteles és jól megalapozott kommunikációval. És. De kinek a részéről? A tudós társadalom, a kormányok, az egészségügyi szervezetek, hiszen rendkívül sok kommunikációs csatorna nyílt meg. Mindezeknek a Rendkívül összehangolt ö, együttműködésével. Tehát a, a hiteles hírek mögött ott kell, hogy álljanak a tudományos tények, ott kell, hogy álljanak azok az aktuális információk, amelyet az egészségügy tesz bele, az egészségügyben tapasztaltaknak a, a leírása és a bemutatása a nagy közönségnek, és természetesen Mindezen tényeknek, tehát a tudományos tényeknek, illetve az egészségügyi ellátás során kapott tényeknek kell elsősorban a politikai döntéshozóknak a véleményét formálni. És, és azt is közösen kell kialakítani, ahogy ez a nagy közönség felé kommunikálásra kerül. A, a Szegedi Egyetemen is nagyon sok kutatás folyik pontosan a koronavírus kapcsán, említette Karikó Katalin is részt vesz ebben. Erről mit tud mondani nekünk, milyen státuszú és milyen állapotú kutatások folynak a vírussal kapcsolatban? Nagyon fontos a járványmatematikai kutatás, ami a Szegedi Tudomány Egyetemen folyik, Röstkeigle kollégánknak a vezetésével az ő eredményeire. A politikai döntéshozók is nagy mértékben támaszkodnak döntéseik meghozatalakor. A járványnak az epidemiológiájával kapcsolatosan is folynak kutatások és 2020 márciusa óta pécsi kollégáinkkal genetikai témájú kutatásokat is folytatunk. Azt próbáljuk kideríteni, és annak utána járni, hogy melyik génjeinknek milyen variánsai felelősek azért, hogy milyen súlyosságú lesz a betegségnek a lefolyása a koronavírussal való megfertőződést követően. Szél Márta, köszönöm szépen a beszélgetést, remélem majd minél kedvezőbb eredményekről is tud beszámolni a kutatások kapcsán. Örülök, hogy itt volt a stúdióban. Köszönöm én is.